Több tengerfenéken végzett műveletek végzésére alkalmas orosz hadihajó is volt az északi áramlat közelében akkor, amikor víz alatti robbanás történt a gázvezeték mentén, állítja egy skandináv televíziók együttműködésével készült dokumentumfilm. A Szibirjakov katonai kutatóhajó, az SB-123-as katonai vontatóhajó és egy harmadik, azonosítatlan orosz hajó is órákat, egy esetben pedig majdnem egy egész napot töltött a későbbi robbanások helyszíne közelében, miközben az automata azonosító rendszerüket kikapcsolták. A dokumentumfilm nem szolgálta bizonyítékot arra, hogy Oroszország felelős saját, a merénylet idején már inaktív gázvezeték felrobbantásáért. Mindössze az orosz hadihajók gyanús mozgását bizonyítja a rádióforgalmazás és a műholdképek segítségével. Az északi áramlat gázvezeték felrobbantásáról számos elmélet látott napvilágot. Oroszország elsősorban az Egyesült Államokat vádolta, míg a nyugati szövetségi rendszer tagjai Oroszországra gyanakodtak. De volt olyan elmélet, amely szerint nem állami ukrán csoportok álltak a háttérben.